Sziasztok, Sóki vagyok. Ebben a videóban a Típot Erdélyet fogom nektek bemutatni. Származási hely Evapor, illetve Kínába is meg lehet rendelni, kis kínai barátaimtól a legnagyobb boltokból. Ennek a linkje lent lesz, hogy én onnan vásároltam. Van még a csomagban egy ilyen kis zacsi, ebbe huzal nincs, de egy tartai tömítészet, néhány új csavar, egy szokásos kis-két csavarhúzó, illetve egy kis adag vatta található. Nos, én a kazánt már belőttem, viszont ennek a kazánnak vannak érdekességei. Kezdésnek az, hogy itt lehet etetni ezt a kazánt, tehát nem kell leszedni, nem kell dripset belőle kiszedni. Egyszerűen ide belecsepegtetem a folyadékot, és le fog csorogni a tekerésre, illetve a vattára. Egy másik hatalmas nagy érdekessége a levegőáramlás, mivel ugyaninnen kapja a levegőt is. Tehát ebben a kazánban, illetve ebben a kazántérben, mivel ez úgy van kialakítva, hogy ez a szívka rész nem szimmetrikus, ez itt egyszerűen megkavarja a gőzt a levegőnek, vagy a gőznek és a levegőnek az áramlása. Meg is keveri. Tehát kicsit más lesz az íze, teljesen más ízeket fog előhozni, mint például egy másik fajta kazán. Én most a Gorilla, Solo Gorilla V2-t raktam bele 10%-on, ahogy én szoktam használni, viszont sokkal csokisabb az íze, és sokkal másabb az íze, mint például a Flash Evapor V3-asba, mint például ebbe a tankba, vagy másik fajta tankokba, amiket én próbálgattam, illetve amiket használok. Néhány dolgot még a kivitelről. Nagyon tetszik nekem az, hogy lehet látni azt, hogy a gőz hogyan áramlik benne. Lehet látni azt, hogy tehát bele lehet látni ebbe az egészbe, mivel ez üveg. Viszont az is gond, hogy ez üveg. Tehát ez az egyszer ejtettem le kategória, és onnantól kezdve vége ennek az egésznek, mert egyszerűen eltörik, és onnantól kezdve kész vége. Én már itt készítettem ebbe egy tekerést. Ez egy simple coil tekerés, viszont én ezt meg fogom egy kicsit mókolni, és bele fogok rakni még egy tekerést. Kíváncsi leszek, hogy kicsit más lesz-e. Megmutatnám azt, hogy amiért ez a kazán nagyon érdekes. Lehet látni, hogy a gőz az egész kazánteret kitölti, illetve elkezd benne pörögni. A gőz és a levegő elkezd keveredni. Tehát teljesen más ízeket kapok belőle, vagy kapunk belőle, mint az összes többi tank, vagy csepegtetős kütyűből. A kazánnak a toroghatása nem igazán magas. A gőze az közepes, illetve a nagy közé sorolnám, mivel azért kap elég rendesen levegőt, illetve nagyon jól tud gőzölni. Viszont a drip tipnek, illetve a levegőben lő nyílásnak maga a mérete az nem olyan hú de nagy gőz, de azért van szép nagy gőze. Az íze az különleges, mint már említettem, mivel egyszerűen kering benne a gőz. Megmutatom itt szerelés közben. Szép nagy puffert lehet belerámolni, tehát nem kell olyan gyakran csepegtetni. Nekem ott van benne a tekerésem, és a tekerésemmel szemben ide megpróbálok belerakni még egy ugyanilyen tekerést. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, vagy hogyan lesz. Kész van mind a két tekerésem. Gőzölni gőzölnek. Viszont a dual coilhoz egy kicsit meg fogom húzatni. Direkt csináltam úgy, hogy én innen szívom felülről a gőzt, és a másik oldalra raktam a két tekerést. Kíváncsi vagyok, hogy így milyen lesz. Na, ennek már jó gőze van. Ezen a 0,4 ohmon megjött a torok hatása is a 6-as lötyinek. Bődületes íze van.
És mint látjátok, nagyon jó gőze is. Erősen ajánlott ez a kis kütyű. Összefoglalva, tippot erdélye. Nagyon ajánlott, vigyázni kell rá. Ez egyetlen egy kikötés. Ha összetörik, összetörik, viszont megírja az árat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!